Üdv, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angol rendhagyó igéket hatékonyan. Nos, ha érdekel téged az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant és letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a videó leírásában nézz rá a tréningjeimre. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, azaz a rendhagyó igékbe. Bizonyára tudod, hogy az angol nyelvben a legfontosabb igék sajnos, vagy szerencsére, ugye ez nézőpont kérdése, rendhagyó ragozásúak. Ha bármilyen angol könyvet kinyitasz, akkor szinte biztos, hogy a könyv végén találsz egy szép nagy táblázatot ezekről a rendhagyó igékről ABC sorrendben. Nos, a diákok közül nagyon-nagyon sokan megszenvednek ezekkel az igékkel, elrontják a ragozást beszéd közben, vagy egyszerűen elkezdenek gondolkodni a helyes alakon, és ezért az angol nyelvi kommunikációjuk darabossá és szaggatottá válik. Úgyhogy nézzük meg azt, hogy hogyan lehet ezeket a rendhagyó igéket hatékonyan megtanulni. 1. A fontossági sorrend. Én azt javaslom neked, hogy ezeket a rendhagyó igéket ne az ABC sorrend szerint tanuld meg, hanem állíts fel magadnak egy fontossági sorrendet. Én elmondom neked, hogy szerintem melyik az a 10 rendhagyó ige, ami a legfontosabb. Ezek sorrendben a mondani, menni, jönni, tudni, kapni, adni, enni, inni, gondolni és látni igék. Természetesen, ha lejjebb görgetsz a videó leírásában, megtalálod ezeknek az igéknek az angol nyelvű három alakját, hogy ne kelljen keresgélni. Én szerintem ez a 10 legeslegfontosabb ige. Én mindig arra kérem a kezdő tanítványaimat, hogy ezt a 10 igét tanulják meg először. Ha ezeketnek a ragozását magabiztosan tudod, akkor folyamatosan, napi szinten bővítsd a rendhagyó ige tudásod, de én azt javaslom neked, hogy napi szinten 3 kötőjel 5 új igénél többet ne akarj megtanulni, mert össze fogod keverni, és semmi értelme nem lesz az egész dolognak, tehát inkább kisebb lépésekben, de folyamatosan haladj az összes ige megtanulása irányába. 2. lépés, teljes mondatokat gyakorolj. Én már nagyon sok videót készítettem a hatékony angol szótanulásról. Ezeket a videókat, ha fölnézel a kártyán, meg fogod találni. Nem fogom most az egész videót megismételni. A lényeg az, hogy a rendhagyó igék tanulásánál is nagyon fontos, hogy kontextusban, tehát szövegkörnyezetben tanuld ezeket az igéket. Úgyhogy én azt javaslom neked, hogy mindegyik alakkal gyakorolj egy vagy több angol példamondatot. Hogyan is néz ki ez a dolog? Nézzük például az adni, tehát a give rendhagyó igét. Az első mondatunk, I will give you my book tomorrow. Holnap odaadom neked a könyvemet. 2. alakra egy példa. Where is my DVD, which I gave you last week? Hol van a DVD-m, amit a múlt héten adtam neked? És nézzünk egy példát a 3. alakra. You haven't given me the new key yet. Még nem adtad oda az új kulcsot. Tehát ugyanígy különböző igeidejű példamondatokkal gyakorold ezeket a rendhagyó igéket. És végül a 3. számú javaslat és tanács, csinálj játékot a tanulásból. Ha van olyan családtag, aki segít neked a tanulásban, akkor kérd meg őt, hogy naponta, igen, minden nap kérdezzen ki téged a rendhagyó igékből a következő módon. Az illető családtag mond neked egy igét magyarul, neked pedig gondolkodás nélkül el kell mondanod az ige 3 alakját. Ebben a játékban a lényeg a gyorsaságon van, hiszen a való életben is beszéd közben minimális idő áll majd a rendelkezésedre, hogy megtaláld az igének a helyes alakját. Ha nincs ilyen családtag, ha nincs segítség és egyedül tanulsz,
akkor sincs semmi gond, akkor pedig csináld a következőt. Készíts magadnak szókártyákat. Tehát egy egyszerű lapra kiírod az egyik oldalra az ige jelentését magyarul, a másik oldalra pedig odaírod az ige három alakját angolul, és szépen kártyázgatsz. Remekül lehet ezzel gyakorolni, amíg például ülsz a buszon, munkába vagy iskolába menet, vagy ha van egy kis szabadidőd napközben az életed folyamán. És természetesen ezt a két módszert kombinálhatod is, tehát napközben gyakorolhatsz a szókártyákkal, délután vagy este pedig egy családtagod vagy egy barátod kikérdezhet téged ugyanilyen módon játékosan a rendhagyó igékből. Nos, én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, kérlek, hogy oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!